Srácok, lányok, hölgyek, urak! Utolsó mérkőzés, vagy meccs. Aztán kiderül, hogy TFT-be hova dob minket. Ez a történet. Hát eddig ugye vasnak a tetején vagyok. Ja, mondjuk tény is való, hogy azért vagyok itt, mert annyira nem veszem ugye komolyan, tehát most itt el vagyok. Játszogatom ugye itt a rankednek itt az első pár részt, itt ugye nézegetem, hogy mit lehetne kirakni, hogyan lehetne kirakni, mi most az erőssége, mi nem az erőssége. Tavaly is, hát ugye, nem tudom ugye mikkel játszottunk, vagyis hát ugye a TFT-n belül milyen csapatokkal játszottunk, de egy olyan csapattal sikerült amúgy felverekednem ugye magamat, tehát hogy Vayne volt ugye az elfeledetteknél. Legyen garan amúgy, mindig. Tehát Vayne-re építettem az egész csapatot, és ilyen elfeledett volt, meg lovagok, meg páncél, meg mindent. Tehát igazából annyi volt, hogy mindenki védte a Vayne-t, és Vayne meg ugye szétlőtt mindenkit. És egy ilyen csapattal gyakorlatilag végig mentem ugye gold tetejéig, aranynak a tetejéig, aztán utána ott abba hagytam. Mégis odáig jutottam csak. Na. Legyen égi áldás. Mert még nem döntöttem el, hogy mit építek. Akadémikus. Készen állok. Hát nézzük át. Tudnék ugye építeni akadémikust. Akkor. Igen, mit csinálnak az akadémikusok? Bónusz sebzés és varázserő tesznek szert. Ezen kívül képesek tanulni a szövetségeseiktől, és további bónusz kapnak valahányszor egy szövetséges elsüti a képességét. Egy akadémikus... Nem tudom. Akadémikus valamit. Kéne nézni, nem? Akadémikus orgyilkos. Nem. Oltalmazó akadémikus. Lehet. Csak akkor lehet igen, azt kéne nekem, hogy a Garant kéne kihúznom, nem? Kiszinteznem. Csak ahhoz meg pörgetnem kéne itt az elején. Akadémikus oltalmazó. Ugye Blitzcrank meg Sion. Szakar, jó. Előfordulhat, igen, hogy jó lesz ez. Megnézzük. Ugye oltalmazó az kell. Mi az a sok kék? Amúgy 15% esély van arra, hogy kék, tehát három aranyba kerülő egységet dobjon. Aztán itt nézzétek meg. Szindikátus 5? Ez hogy raktad ki? Oltalmazó 2. Akadémikus testőr, zúzó, vegytek, kihívó, oltalmazó akadémikus. Akkor más is építi az akadémikus. Nem baj. Nem baj. Körbe néztünk. Igen, ez a másik igen, hogy nem nézek körbe. Nem tudom, megéri ez majd. Az akadémikus történet. Mégis ugye most kellenek az egységek, mert na. Ugye ezek mind ilyen egy csillagosok. Itt van egy Blitzcrank. Legyen így egyelőre. És igen, ott a Katarina.
Lelakatoljuk egyelőre. Jó, egyelőre maradunk akkor az oltalmazó akadémikus. Majd ugye lesz ebből Katarina, Leona, Fiora, Jón és Yumi. Itt meg egy Sion. De a Sion azt hiszem az két egységnyi helyet foglal. Hogyha lehet, hogy nem lesz Sion. Na majd meglátjuk. És az oltalmazó az annyi, hogy 6 másodpercre pajzsot kapnak, valahányszor elsütnek egy képességet, ez a pajzs nem halmozódik. Pedig jól jönne. És ugye egy 35%, a maximális elterő 35%-a vegyen értékű pajzsot kap a Blitzcrank, a Kassadin, meg a Garen. Oltalmazóban csak a Blitzcrank van, akadémikusban meg ott a Leona. Ha nekem most jól jönne a Leona, amit elvisznek, akkor visszük a Blitzet. Hirtelen. Ja igen, Katarina. Akkor Blitz az jön így. Na, Garen, meg ott a Leona. Hogyha ezt is lelakatolhatom. Jó. Kó, Kata meg Leona. Akkor el kéne érnem a 6-os szintet, hogy ki tudjam rakni mind a kettőt, és akkor lenne akadémikus 4-ünk. 35 sebzés és varázs elő, 5 a szövetségesek varázslataiból még bónuszba. Na, nézd, a másnak is az jön. Ezek jönnek. Hát a Blitz az most jó magára húzta azt a kettőt, nem baj. Remélem a többiek addig megoldják itt a problémát. El sem olvastam, hogy a mutáns mit csinál most. Életvarást ad. Mert ugye a mutánsnak ugye az a különleges képessége ennek, hogy minden egyes játék alkalmával más és más. Tehát ez is egy ilyen véletlenszerű generátor, ami megint csak egy plusz izé idegeskedés. Ugyanúgy, mint ennél. Hogy most vagy beadj adókat, vagy nem. Na. Leona, Katarina. Akkor szintezzünk. És akkor menjen ide, jön ide a Kata. Akkor el kéne érnem a 6. szintet, és akkor kirakom a Leonát is, és utána elkezdünk szépen lassan felmenni 50 arany környékére, vagy nem tudom, hogy egyetlen. Érdemes nekem felmennem 50 arany környékére? Ájszor ugye azt a taktikát alkalmaztam, nem jött be. Lehet, hogy nem, hagyjuk. Itt az alján itt megmaradom. Megnézzük, hogy ellentétes taktikával, ha nem megyek föl, teszem azt mondjuk csak 20 aranyig megyek föl, akkor mi történik? Mondjuk ez ugye attól is függ, hogy milyen egységeket kapok. Jaj, a gúnyzós barvik, jaj. Puff. Nem tölt vissza a Warwick annyit, amennyit kellene. Jó, igen, ez a Garen, hallod? Most erős. Most erősnek tűnik ez a Garen, így 11.23-on. Aztán lehet, hogy majd le fogják gyengíteni úgy mint a húzat. 16 arany kell a következő szinthez. Örgessek? Hátha esnek karakterek? De végülis a Kassadin kéne. Egyelőre lelakatolom. Nem biztos, hogy esik innen arany. Igen, eddig ez egy kard. Ez egy boxkesztyű. Egy. Mert Echo az nekem nem kell. Ugye nekem nem... Jó, Echo nem kell. Jó, oké, megnyugodtam. Jó. Katarinának adjunk egy kardot. Neked adjunk egy igazságöklét.
És az lesz, hogy minden egyes karaktere fogok rakni tárgyat. Tehát most nem fogom azt csinálni, hogy egyre koncentrálok, hanem mindenki fog kapni tárgyat. Kiszedem a kaszadint is. Megkezdem azt is gyűjteni. Mekkorát üt ez a Garen? Jó, mondjuk az egy bogár volt, ugye, meha bogár volt. De akkor is. Tehát az én a... Meg ugye mondtam én, hogy jó ez a Graves is, tehát hogy elnémítja, vagy hát úgymond lefegyverzi az ellenfeleket. Még a végén azt mondom, értétek, hogy megtaláltam azért azt a csapatot, ami működik. Mert a zsoldos zúzó nem működött, meg a barkácsoló feltaláló se annyira, bár mondjuk ott lehet, hogy más taktikával kellett volna azt ott úgy építeni. Jó, most egyelőre maradjunk, felmegyek 20 aranyig, hogy legyen egy kis kamat. És akkor majd úgy onnan. 20 és 30 között leszünk. Jó, Katának annyi. Igen, jó a Graves, csak nem sebez sokat. Jelen pillanatában. Jó, nem baj. Még egy akadémikust adjak hozzá. Vagy egy oltalmazót. Oltalmazó vagy akadémikus? Akadémikus. Jó, hogyha a következőt megnyerik, akkor kiveszem a Graves-t. Is. Na most így mennyit kapunk? Alapból. Ugye 5, meg 2, meg hogyha győzök, akkor ugye plusz 1-et. Akkor végül ugye 7-es éve, 8-asával. Átlövök a vason. Akkor nem. Jó lesz 10 meg 20 között. Megnézzük. Vagy bejön, vagy nem. Na így, hogy megvan az akadémikus, így ki tudjuk rakni a 8-at is. Ahhoz ugye az kell, hogy az összes akadémikust össze kell szedni. Tehát Leona megvan, akkor lényegében... Ja, de már a hülyeséget mondtam, az nem izé, az nem fióra, az egy lux. Tehát luxra is szükségem van. De most ez a kollega is valami hasonlót épít? Ja, csak neki ott van az, hogyha valamelyik egységemet ugye elintézi, akkor kap vissza életerőt. Itt a lux, amit el fognak vinni. Vagy nem, minden, majd mindjárt kiderül. Nem vitték el a luxot, hallod? Miért nem vitték el a luxot? Érti ezt valaki? Hát, elhozom én, hát nem probléma, hát. És pont ki is tudom rakni. Igen, lux megvan. Egy jón kellene. Közben ugye kiszedem ezeket is. Okay.
Várj, már Blitzkrieg az most hány az? Két csillagos. Jó, végülis elrakhatom későbbre. Mekkorát lőtt az a Lux, figyelted? Azta. Az voltak nincs. Majdnem ezret lőtt. Az szép. Ja, mikor a Leonát, hogyha kirakom, akkor meg lesz a hatos. Vagy hogyha jön egy Jón. Ugye az is jó Jón volna. Jó, ez nagyon rossz volt, ne. Léci, ne iratkozzatok le. Kéne még két kaszadin. Csak szólok. Most dobtam el a Blitzkrieget, erre visszadobja nekem a rendszer. Adjuk. Itt kategória. Ja, de 25% esély van rá. De miért most dobálja a kaszadinokat? Eddig miért nem tudta? Mondjuk én a Katarinának is örülnék. Az dobálná. Igen, ez a varjuk most már az a gond, hogy probléma. Eléggé nagy probléma. Pedig csak egyes. Kész vagy a bajra? Igen. Jó. Még egy Garen. Még egy Garen jöhet, ja. Hátha. Akkor vagy két Garen, meg két Kassadin kellene. Valahonnan. Nem tudom honnan. Nem ezek kellenek. Ja, bocsánat, rosszul számoltam. Mindegy. A démikus. Legyen egy bensi. Legyen egy vérszomjas. Te mit majd eldöntöm? Jó, legalább kétszer kiment a Lux ulti. Az is valami. Katára is építhetném ezt a csapatot. Ez az akadémikus az annyira jó, hogy igazából... Én most azt nézem, hogy akadémikuson belül igazából tök mindegy, hogy kire építed, nem? Mindenki sem... Jó, mondjuk lehet, hogy Leona azért nem sebezne, de na. De még azon sem lennék meglepődve, hogyha az is sebezne. Hatalmasokat. Nem akarsz adni egy katát? Köszönöm. Nem félsz. Csak kérdi kellett. Most szerintem a Graveset azt nem fogom. Elég az két csillagosan. Legalább most nem tudom, hogy ezek így összejönnek-e. 25% eséllyel. De hát fogalmazok úgy, hogy eddig jól tartom magam. Tehát ezek szerint az a taktika, hogy fölmegyek 50 aranyig, az úgy annyira nem bejövős. Meg az se, hogy a Kata elkezdte ütni a célbábut. Dur! Jó, mindegy. 28 arany kellene. 28 pénz kellene. Felszinteződjek.
Pakoljuk meg át magunkat a másik oldalra. Mondjuk így. Megnézzük így. Nem tudom, hogy hogyan kellene igen kipakolni a dolgokat, de nézzük meg így. Ha én ide átteszem magamat, akkor mi történik? Hát a Blitzcrank hook az nálad ugye nem nagyon sikerült. A Lux az amennyire tudott, az is segített. Igen, most ezt már nem tudtam kivédeni. A Banshee csak egyetlen egy képességet tart vissza. Na azért. De vicces lett volna, hogyha az a Leona azért lehozza itt a dolgokat. Ott a Yumi. Meg itt van még egy Kassadin. Na Yumi? Azt tudja, hogy el fogja valaki vinni. Úgyhogy ma azt nézem, hogy mi más tudnék elvinni. Elvisszük ezt. Fióráról. Mert kardom az nincs. De hogyha esetleg fölpakolok a Luxra. Mondjuk egy ilyet. Ilyen arkangyalt. Mert amúgy is ugye a Lux az azt csinálja, hogy energiagyűjtést követően Lux egy fény nyalábot lő ki a legtávolabbi ellenfélre, igen, és sebez. Ha a nyaláb megöl egy egységet, Lux 30 majnát nyer vissza. Csata közben viselője 4 másodpercenként 25 varázsarőt tesz szert. Tehát... hát, hogyha így valami kombinálódás így lesz. Nem pörgetek semmi, most megvárom, hogy legyen egy kis pénzünk, aztán utána felmegyünk 7. szintre. Ki kell raknom a Leónát, hogy meglegyen az akadémikus 6, mert ezek szerint ez is elver minket. Zúzó akármicsoda. Na. Adottságkönyvet kapok. Nem. Tárgyal rendelkező ősök 30 életet és 20 sebzést kapnak. Barkácsoló emlév. Hát akkor kibernetikus implantátum. Tehát azt nézzük, akkor... Graves kivételével mindenki kap. Meg a Leona kivételével. Mondjuk így. Ó, és testőrünk is. Ja, tényleg, mert Blitzcrank. Ja. Plusz 100 páncél és pajzs. Mind a kettőjüknek. A testőrök meglévek páncélzettel rendelkezik, nem sokkal csata kezetén követően testőrök pajzsra tesznek szert, és felbőszítik a közeli ellenfeleket. Így azok egy ideig a testőrt támadják. Aha! Ez így jó. Ó, Graves is kapjon. Egy tárgyat, meg akkor Leonára is valamit rakunk. Nem tudom, hogy mit. Majd kitalálok valamit. Ez egy érdekes lesz. A kollega az csogát reépítette a csapatát. Nem sok sikerrel. Jó. Hát Kassadinok már nem fognak esni. Garenek nem fognak esni, mert valakinél van Kassadin, valakinél van Garen is. Úgyhogy azokat nem fogom tudni szerintem kimaxolni. Ugyebár, de azért körbenézünk! Mutáns mesterlövész, szindikátus, orgyilkos, testőroltalmazó, barkácsoló, akadémikus. Ugye itt van valahol egy Garen, igen, meg ott van a Kassadin, azért nem tudom őket kirakni. Vegytek. De itt mindent összerakott. Birodalmi kihívó főmágus, én meg ugye itt vagyok akadémikus 6-tal oltalmazó 3-mal, egy 2-es testőrrel. Ne kérdezzétek, hogy miért akadozik a hang. Ez nem kell.
elméletileg nem kéne. Viszont eladni nem fogom őket, mert visszakerülnek, és nem szeretném, hogyha a kollega az szert tenne rájuk. De luxot azért kiveszem. Mert igen, hogyha most ezeket fogom és visszadobom, akkor nagy rá az esély, hogy ő ki tudja három csillagozni őket. Azt meg nem fogom engedni. Még csak az kéne. Kard. Legyen kard. Leonának amúgy is van kardja, úgyhogy miért lehetne rajta kard? Na. Alakul. Érdekes. És ahogy nézem, így mindenki más most kezdett el spórolni aranyat. Tehát most itt ez a meta, hogy az elején nem spórolunk semmi, pörgetünk mint a veszett tegér, és valahogy így 5-2 környékén elkezdünk spórolni. Felöllem, így is lehet csinálni. Zomka. Miután van nekem kék egységem? Ja, van a Leona tényleg. De igazából igen, most így hátradőlve, így nyugodtan vagyunk, nem? Tehát mégis akkor most, akkor szépen lassan így föllépdelhetek 50 aranyig, nem? Ez a talon szétszedi a luxot, akartam ugye mondani. Az hagyján, de ez a Samira is. Jó, végül sok életerőpontot most nem vesztettem, úgyhogy semmi gáz. Ugye meg hát ez az első helyezett emberke. Neked van izéd? Birodalmi kihívó, ja. Meg szerint ilyen a birodalmi. Hajrá akkor. Várj, ki hova rakta az egységeit? Ebben a sarokba rakták a legtöbben. Úgyhogy a Blitzkrieg-nek jó itt ez a hely. Mert így ki tudom kapni az Ezreal-t onnan hátulról, igen. Azt a hármas szintű Ezreal-t, igen. Vagy hát három csillagos. Nem csak őt maxolta ki, ott van a Popp is. Meg mi ez? Ez egy Leona. Rejtély számomra, hogy egyes emberek hogy tudnak három csillagozni. Védő mellény, testőr szíve pedig azt állja. Na mit vigyek? Ki jön még nekem? Jón meg Yumi. Viszok egy ilyet. Ezt rátesszük a luxra. És akkor támadási sebességet kap itt mindenki. Kész vagy a bajra? Hogy meglódultak itt a Katarinák, mi? Négy, né. Jó, mindegy, igazából ugye most várnom kéne. Mert ugye most már csak lila egységek jöhetnek, végülis Jón kell nekem, meg Yumi. Meg ugye Kamat. De jó ez az akadémikus oltalmazó, szerintem. Na, azt jó, hogy kihúztuk. Na, az mondjuk jó volt. A
és 49 életerő pontja van a kis lényecskémnek. Második helyen stabilan itt állunk. Itt vagyunk. Az első helyezettet kellene valahogy megszivatni, csak nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom, hogyan lehetne elkapni. Mondjuk most nem mostanában fogok vele összekerülni, nem? Igen, mert itt összekerültem vele. Úgyhogy igen, most egy darabig most nem lesz az ellenfelem. Úgyhogy addig nem kell rajta gondolkodnom. Bár mondjuk ki tudja. Mert most már eléggé kevesen vagyunk. Hát ezt a bogarat, ezt jó kiúztuk. Dur. Figyeld a luxot. Dur. Mint a rendes játékban. Dur. Az jó volt. Szegényt azért sajnálom. De legalább benn vagyunk a top 4-be. Végre. Á, itt egy jón. Szindikátus testrótam az akadémikus. Hajjajjajj. Levon, az nekem annyira most nem kell. A jót is ki kéne rakni. Mondjuk ide. Vagy középre. Nem, jó lesz ez itt. Na nézzük. Igen. Jó, izét az sikerült kikapni. Ki az? Talont. Csak a Samirával vannak problémák. Tehát végülis a kollega olyan sokat nem sebez rajtam. Ha a Samirát ki tudom valahogy iktatni, akkor az úgy jó. Csak nem tudom, hogyan lehetne a Samirát kiiktatni. Mindegy. 76 arany kell, fúha, az sok. Az nagyon sok. Meg ugye direkt úgy rakta, hogy a Samirát ugye húzzam. Háromcsillagos talon. Azt nézem, hogy háromcsillagos talon. Hát ez így necces lesz. Túl sok életerő van itt. Meg minden. Nem tudom őket ledarálni, nézd meg. Hát ez szívás. És megint össze fog dobni ezzel a fickóval. Na
Megnézzük így. Nincs se jó. Á. Picikéne, egy nagyon picikéne. Nem rossz, nem rossz. Tény is valahogy nem fogom tudni ugye legyőzni. Így ebben a formában. De második helyen bejövök, mert ezek szerint a kollega kiesett. Na. Azt elhozom. Valakire rárakom, hogy meglegyen az akadémikus 8. Akkor nem, akkor nem lesz Yuming. Nem baj. Így, né. Na, ki az, aki nem akadémikus? Blitzcrank? Meg a izé? Meg a kasza? Jó, minden nem sikerült mindenkit átpakolnom a másik oldalra. E van. Sikerült legyőzni egyszer. De vicces. Most így érdekes volt. Na. Mit rakjak ki? Jó, ez a két kata, nem? Nézzük meg így, mert egyfolytában ugye nézegetett, hogy mi a helyzet. És ugye amíg ő nézeget, érted és pakolja át, addig én meg vakon próbálom ki itt a dolgokat. De a szamirájt ki tudtam szedni. Érdekes. Kihívó. Tudnék egy ilyet rakni. No. Vissza. És áldozzam fel itt a másik katát. Statik. Ajajaj. Kész vagy a bajra? Nem a gyilkolás öröméért vadászol. Át fog ide nézni? Átnézett. Most így pakoltam. Nem tudom, ugye próbálkozom, tehát... Á, most ez így nem volt jó. Na most ez nem volt jója. Maradnom kellett volna a sarokba. Mindegy. Majdnem sikerült, srácok, lányok. Úgyhogy mégis ez az ötödik játék, ez most jó volt. De az akadémikus, ez jó. Ebből lehet valamit csinálni. Na nézzük. Igen, hogy tudom így nektek mutatni? Én tudom nektek mutatni. Teljesített besorolás, ez az! Bronz 3, 81 LP, ez az! Már megint küzdhetem fel magamat jó magasra. Ez az, tök jó. Na mindegy. Ha srácok, lányok, hölgyek, urak, ennyi lett volna akkor ez a League of Legends
Teamfight Tactics Set 6-os ranked besorolós sorozat. Úgyhogy így ennyi. Igen, tehát amire most így leszűrtem, az akadémikus jó, arra lehet most építeni, legalábbis most 11.23-on. A jordulok azok jók, meg a kihívó óraművi is jó, meg lehet, hogy a többi is ugye jó, csak lehet, hogy más taktikát kell alkalmazni. Igen, és taktika, hogy ezek szerint most az nem bejövős taktika, hogy az elején így spórolsz, hanem nem, az elején szedd ki, amik kell, és tényleg így építs ki egy erős mindenséget, és valahol közepén, hogy 5-1-5-2 környékén szépen lassan spórolgass 50 arany, és akkor úgy. Na most valahogy ez így most így működött. Jó. Jó, srácok, lányok, hölgyek, urak, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Ennyi lett volna akkor ez a sorozat, és akkor majd jövőre, vagy hát majd a következőben is majd akkor lesz ilyen, valószínűsíthetően, de várom kommentben az észrevételeiteket, illetve hogy ti mivel játszottatok, illetve hogy hova jutottatok el. Aztán majd majd akkor szólok, hogy meddig jutottam el. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, éljetek sok vizet, Szói voltam, sziasztok!